Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Nagyon sok szeretettel köszöntjük testvéreinket, vendégeinket, és azokat is köszöntjük szeretettel, akik a világhálón keresztül követik Isten tiszteletünket. Mindenkinek sok áldást kívánunk. Délelőtti Isten tiszteletünket kezdjük meg, és énekeljük a 115-ös számú énekünket. Énekeljük a 115-ös számú énekünk első, második és harmadik versét. Szerető Istenünk, mennyei jó édesatyánk! Hálás a mi szívünk, amikor ismét előtted állhatunk. Köszönjük, hogy itt lehetünk a te házadban, dicsődhetjük nagy neved, és hálát és köszönetet mondhatunk mindazért a sok jóért, amivel megáldottál bennünket az elmúlt héten át. Köszönjük Istenünk, hogy te a szeretet Istene vagy, ahogyan énekeltünk. És köszönjük, hogy annyiszor megtapasztaljuk, hogy te gondoskodsz mindenkor a te gyermekeidről. Hálásak vagyunk, jó Istenünk, hogy megmutattad, hogy milyen nagy a te szereteted, amikor a legdrágábbat adtad értünk bűnös gyermekeidért. Hálás a mi szívünk, jó Istenünk, hogy ismét elhoztad számunkra a Szent Szombatnapot, és köszönjük azt, hogy a teremtés emlékünnepén elhívtál bennünket is. Olyan jó, hogy te most is szólsz hozzánk, hívsz bennünket magadhoz. Köszönjük, Urunk, hogy nálad nyugalmat, nálad békét, szeretetet találhatunk. Arra kérünk, jó Istenünk, hogy legyél te is itt közöttünk ezen a mai napon. Kérünk, szólíts meg bennünket a te igéd által. Áld meg igédet, áld meg igéd szólóját. Add, hogy úgy tudja szólni a te igédet, hogy az eljusson a szívünk legmélyéig. És add, hogy megváltoztassa az életünket. Urunk, elismerjük,
hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk, hiszen te vagy az út, te vagy az igazság, és te vagy az élet. Kérünk, áld meg azokat is, jó Istenünk, akik különböző problémákkal küzdködnek. Te látod, milyen sokan betegek a testvéreink közül. Áld meg azokat is, jó Istenünk, akik a világhálón keresztül követnek bennünket. Árasz mindannyiunkra a te szombatnapi áldásaid. Köszönjük, hogy velünk leszel, és köszönjük, hogy benned bízhatunk. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Kedves gyülekezet, most egy közös szolgálatra hívlak benneteket. Keressük meg és énekeljük leülve a 261-es számú énekünket. Énekeljük a 261-es számú énekünk első és második versét. A Biblia azt tanítja, a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. Megkérem a beosztott testvéremet, gyűjtsék össze tizedet és önkéntes adományainkat.
hála szöveget olvasom a Prédikátorok könyvének az 5. fejezetéből a 4.-5. verset. Mikor Istennek fogadást tész, ne halogasd annak megadását, mert nem gyönyörködik a bolondokban. Amit fogadsz, megteljesítsd. Jobb, hogy ne fogadj, hogy nem mint fogadj, és ne teljesítsd be. Imádkozzunk. Szeretett gondviselő atyánk, köszönjük a Szent Szombatnapot, hogy újból egybegyűjtetted bennünket, hogy magasztalassunk és dicsérni a te szent nevedet. Arra kérünk, hogy áld meg a világszerint a te népedet, áld meg világszerint a te gyermekédet, Jézusunk. Köszönjük szépen, hogy a te kegyelem idén még tart. Köszönjük szépen, hogy te szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy van gyülekezetünk, hogy szombatról szombatron találkozunk veled. Kérünk, hogy áld meg testvéreinket, Jézusunk. Áld meg a beteg testvéreinket is. Áld meg azokat a testvéreket is, akik küzdenek a megélhetésért is. Arra kérünk, hogy áld meg bennünket is, hogy lehessünk eszközünk a te művedbe, én is, a családom is. Köszönjük, hogy a vízünk, kenyerünk nem fogy el az asztalunkról. Köszönjük, hogy van fedél a felünk felett, jó atyánk. Köszönjük a békességet, köszönjük a szeretetedet, köszönjük az irgalmasságodat, köszönjük a te szent kegyelmedet. Áld meg bennünket a mai napon is, és old meg minden gondjainkat és problémáinkat. Jézus Krisztus vérért kértelek. Amen. Mielőtt még a szolgálatokra kerülne a sor, egy egyszerű formaságra szeretném a gyülekezetet kérni, hiszen a formaság egy örömből fakad, hogy Király Tünde testvérnő a gyülekezetéből átkéri ebbe a gyülekezetbe a tagságát, és ugyanakkor majd még kérném a technikusokat, hogy egy mikrofont, ha a gyerektörténethez kaphatnék majd kézbe. Kérnélek, Tünde, hogy legyél kedves, gyere ide előre. Hát sok szeretettel köszöntünk Tünde itt a gyülekezetben, és a gyülekezet közösségét szeretném kérni, és jó lenne, hogyha látnád is, hogy milyen nagyon szeretnénk, hogy ennek a gyülekezetnek lennél a tagja. Már hosszú hónapokkal ezelőtt, hogy a gyülekezetünk bizottsága átkérte a levelét. Melyik gyülekezetből is? A Lupéni. Lupéni gyülekezetből, és bizony megtalálták végül is ennek a lehetőségét, hogy elküldjék ide hozzánk, és így szeretettel szeretnék fordulni most a gyülekezet tagságához. Tudom, hogy sok vendég van köztünk, de azért vagyunk egy jó néhányan, akik ennek a gyülekezetnek a tagjai vagyunk, hogy ki az, aki mellette van örömmel, hogy Tünde itt legyen tag ebben a gyülekezetben. Nagyon szépen köszönöm fönt is, akik felemelték a kezüket. Jó volt ezt látni, nem Tünde, hogy milyen sokan örülnek neked. Az Ézsaiás 12. fejezet 2. versét köszöntésül hadd olvassam neked. Íme az Isten, az én szabadítom, bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az Úr. Az Úr és lőnékem szabadító. Együtt közösen imádkozzunk, jó, és szeretettel köszöntelek téged itt a gyülekezet közösségében, és adja az Úr, hogy te is otthon érezd magad, és mindannyian boldogabbak lehessünk veled együtt. Atyánk, megköszönjük neked, hogy te mellettünk állsz, köszönjük azt, hogy a te országodban legfőbbképpen van helyünk, hogy te helyet készítesz nekünk. És azt is megköszönjük, hogy egy-egy földi gyülekezethez tartozhatunk, mint most Tünde is ehhez a gyülekezethez, és kérünk ad, hogy ő is élvezze a gyülekezet által a te áldásaidat, és mi is rajta keresztül. Urunk, megköszönjük neked a te kegyelmedet, szeretetedet, hogy ide vezetted közénk Tündét, és kérünk, hogy a te áldásod kísérje ezt az egész közösséget.
fiad nevében. Amen. Köszönöm szépen, foglalják. Tudnátok jönni, már csak ez a két gyerek van? Vagy van még fönt is? Gyertek le, hogy hadd bátorodjak én is egy kicsit. Gyere előre, te is. Adunk nektek egy kis időt, hogy ide le tudjatok ülni. Föltennék nektek egy-két kérdést, de figyeljetek, jó? Nagyon figyeljetek, jöttök még? Gyere, te is már megijedt, és azt mondta, hogy inkább visszamegy a mamához, mert az sokkal nagyobb biztonságot jelent. Remélem, nem attól fordult vissza az a csöpség, hogy mondtam, hogy kérdést teszek fel. Figyeljetek, egy-két kérdést fölteszek, jó? Az első kérdés. Hány állatot vitt Mózes magával a bárkába? Na? Van válasz? Tudjátok? Nem? Én sem tudom, mert Mózes nem vitte egy állatot se a bárkába, igaz? Hanem ki volt az, aki a bárkába bevezetett, besegítette állatokat? Ki tudja? Kezed föl. Noé, hát nem is tudom, hogy milyen becsapós kérdést tettem fel. Igaz? Na, még egyet kérdezek, de nagyon figyeljetek. Amikor a mennybe megyünk, akkor egy nagy tüzes szekérrel, mint amivel Illés is ment föl a mennybe, azzal fogunk fölmenni a mennybe. Így van ez? Nem, miért nincs így? Miért bólogatsz, hogy ez nem így van? Igaz? Hát Illés mivel ment fel a mennybe? Egy tüzes szekérrel, igaz? És mi, amikor fölmegyünk a mennybe, akkor nem egy ugyanilyen tüzes szekérrel fogunk fölmenni a mennybe? Vigyázz, mert becsapós megint a kérdés, igaz? A mennybe fogunk menni, de nem tüzes szekérrel, hanem hogy fogunk fölmenni? Csak így, ahogy vagyunk. Semmiféle rakéta, semmiféle tüzes szekér. Egyszerűen csak az Úr magához hív, és képzeld el, hogy itt állunk a földön, és egyszer csak valamennyien emelkedni fogunk, anélkül, hogy egy angyal megfogná a kezünket, hogy gyere, elviszlek, hanem csak emelkedni fogunk, és megyünk az Úrhoz. Igaz? Még egy befejező kérdésem van, ez egy nagyon-nagyon, figyelj nagyon a kérdésre, jó? Azt szoktuk mondani, hogy egy meg egy az mennyi? Mennyi? Kettő. A legkisebb mondta a pontos választ. Ez mutatja, hogy te már óvodába jársz, vagy jársz óvodába? És már ott tanultok ilyen jól számolni? Na, de a Biblia meg mit mond Máté 18:20-ban? Azt mondja, ahol ketten vagy hárman együtt vannak, ott én is jelen vagyok. Az érdekes, hogy Jézus azt mondja, hogy ahol ketten csak együtt vannak, én csatlakozom hozzájuk, és ilyen szempontból már azt mondhatjuk, hogy ha te ketten vagytok otthon, anyuval például, vagy apuval, akkor már gondolnod kell arra, hogy ott van Jézus is. Mert Jézus megígérte, ahol ketten vagy hárman együtt vannak, ott én is ott vagyok itt. Nem tudom, hogy hányan vagyunk itt a gyülekezetbe, de az biztos, hogy egyel többen vagyunk. Miért? Mert Jézus azt mondta, hogy ott lesz velünk, és ott van velünk. Ő megígérte. Mindig számolnunk kell arra, hogy Jézus is ott van veled. Vigyázz rád, őriz téged, nem vagy egyedül. Szeretsz egyedül lenni? Én nem.
Én nem szeretek egyedül lenni. És emlékszem, amikor kicsi gyerek voltam, akár akkora, mint te is, akkor ekkora voltam, akkor ha mamám kiment a konyhába, engem meg bent hagyott a szobába, akkor tudod, hogy mit csináltam? Fölálltam, ahol voltam, és elkezdtem kiáltani hangosan, hogy Neji, Nellinek hívták a mamámat, én meg így hívtam ekkor, nem anyu, hanem Neji, így hívtam, és addig üvöltöztem, amíg be nem jött a szobába. Volt egy lehetősége, hogy vagy kivisz engem a konyhába magához, vagy bejön a szobába, hát ne hagyjon engem egyedül, mert nem szerettem egyedül lenni. De érdemes erre figyelni, hogy Jézus azt mondja, hogy te nem vagy egyedül, mert én ott vagyok veled. Ha az anyu van veled, akkor ő már például harmadiknak ott van. Ha hárman vagytok apuval, anyuval otthon, akkor már négyen vagytok otthon, mert Jézus ott van veletek. Érdemes erre gondolni, és most is gondoljatok erre, hogy itt vagyunk, ahányan vagyunk, de egyel több is itt van köztünk. Azaz Jézus is itt van velünk együtt. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kérnélek, hogy akkor menjetek vissza az anyuhoz, apuhoz. Azt hiszem, számunkra is ez egy nagyon kedvező üzenet volt, hogy Jézus itt van köztünk. Szeretnénk most dicsőíteni az ő nevét, ezért két szolgálatot hallgassunk meg. Először egy költemény Kuruc Margit testvérnőtől, utána pedig a gyülekezet énekkarának a szolgálatát hallgassuk meg. Anser, ha újra tudnék szólni. Uram, hálás szívvel járulok eléd. Bűnös vagyok. Nem hiszem, hogy méltó vagyok, hogy szóljak. Nehéz, mérhetetlen súly nyomja vállam, hogy újra eléd járuljak. Hogy megszólítsalak. Szavaim hozzád intézzem. Sivárvilág egyszerű megalkuvója vagyok, ki nem remél, csak megy, küzd. Hálás vagyok mindazért, mit adsz, amiért küszködéssel teli életem során megáldasz, mikor még erőteljesebben csavarsz az életemen. Azonban mérhetetlenül hibáztam. Sokat. Kérdőre vontam léted, gyenge voltam, mikor hatalmadban kételkedtek. Elhagytam megemlékezésed napját, sikereimben elvesztettelek, ezáltal el is feledtelek, elengedtelek. Borzalmas dolgokkal terheltelek, feltételeztelek, önöm magam gyengesége miatt. Szóltam hozzád bűnösen, tisztátalanul, érdemtelenül. Hittem, hogy az a 14 év valamire jogosít. Tévesen hittem, hogy házadnak vélt helyén töltött éveim elkísérnek áldásoddal. De most már tudom, hogy elveszett dolog volt, fogantatásától elvetett. Az üzeneted léted jelentésébe veszve elfeledtem, mit leginkább parancsoltál. Szeress, igyekezz a jóra, nézz szembe önmagaddal is. Ha mernék újra hozzád szólni, szavaimmal terhelni, bántó gondolataimmal zargatni, ne engedd! Hála és köszönet hagyja el ajkaimat,
gondolataimat a szeretet és a legnehezebb, a megbocsátás vezesse. Köszönöm, hogy példával szolgálsz. Köszönöm, hogy őt utamba engedted. Köszönöm, hogy velük újra célt mutatsz. Köszönöm, hogy vagy. Köszönöm, hogy esendő létem egy kis igazulást jelent néked. Gyarlók és érdemtelenek vagyunk. Köszönöm, hogy ma, holnap átölelhetem. S talán egyszer őszintén eléd járulhatok rengeteg kérdésemmel, melyeket tudsz, mert tőled fogant. Amen. Álljunk fel. Az ige hirdetés alapszövegét Lukács evangéliumának a 15. fejezetéből a 22-től 24. versig olvasom. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. És előhozván a hízott tulkot vágjátok le, és együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kezdének azért vigadni. Foglaljunk helyet. Sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a igazán meleg nyári napon. Egy kicsikét hűvösebb, egy-két fokkal, de hát ebben az időszakban ilyennek kell lennie. Ha nem ilyen volna, akkor azért panaszkodnánk. Ha ilyen, akkor azért panaszkodnánk. De úgy is mondhatnám, hogy a témának megfelelően, hogy ha nem ilyen volna, akkor azért adnánk hálát. És mivel ilyen, hát most ezért adunk hálát. Mert a mai nap
A hála oldaláról szeretném, hogyha átgondolnánk az életünket, és azt, hogy Isten hogy is gondolja jobbá tenni a mindennapjainkat. És én azt hiszem, hogy nekünk itt Európában, Kelet-Európában, Közép-Kelet-Európában nagyon nagy szükségünk van a hálaadás készségére, képességére. Erre ugye emlékeztetni kell magunkat. A kedvenc bibliai történetünket vegyünk elő, mert gondolom nem vagyok egyedül, amint hallottuk az alapígét is, hogy a tékozló fiú története az sokunknak kiemelkedően kedves példázata Jézusnak. És rendkívül elgondolkoztató. Én amiért szeretném ezt a történetet most veletek újra gondolni, az az, hogy ki ad hálát a három főszereplő közül. Ugye ebben a történetben elsősorban az atyával ismerkedünk meg, példázatbeli atyával, és annak a két fiával, a kisebbik és a nagyobb fiúval, így sorrendben, időrendi sorrendben. Természetesen vannak még szolgák is, de az egyik meg is szólal ebben a történetben, de valahol igazából ebben a történetben csak hárman állnak előttünk. A példázatbeli atya, aki tudjuk jól, hogy Istent magát jelképezi, és a példázatbeli két fiú, a nagyobbik, a kisebbik, aki megint csak bennünket jelképeznek. Pontosabban egyik alkalommal talán a kisebbik fiúra ismerünk rá, a másik alkalommal a nagyobbik fiúra ismerünk magunkra. De azt érezzük, hogy mind a kettő bennünket képvisel, magunkra ismerhetünk. És most a hálaadás szempontjából. Próbáld meg végig gondolni ezt a nagyon jól ismert történetet. Ki az, aki hálát mond ebben a történetben? Nézzük úgy sorrendben. A kisebbik fiú mond hálát valaha is ebben a történetben? Ha előveszed a Bibliát és a Lukács evangélium a 15. fejezet 11. versétől a fejezet végéig tart ez a gyönyörű szép példázat, és akár a szemeddel kíséred, vagy digitálisan teszed ezt meg, hol találsz egy olyan szakaszt, vagy mondatot, fél mondatot, amiben hálát mond a kisebbik fiú? Vagy a nagyobbik fiú mond-e valahol hálát? Ha nem, miért nem? Az atya mond hálát. Például az alapígénkben, amit Judit felolvasott, a 24. versben mond hálát. Amikor azt mondja, hogy mert az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Tulajdonképpen igen. Igaz? Az érdekes az, hogy az egész példázatban egyedül csak Isten mond hálát. Egyedül csak az Atya mond hálát, és miért ad hálát? A kisebbik fiúért, aki végre nagy sokára, talán a költemény szerinti 14 év múlva, hazatért, de tudjuk nagyon jól, hogy még azért nyitva van ez a szakasz, vagy az egész példázata Jézusnak. Nem nagyon tudjuk, hogy biztosan otthon marad-e.
És azt sem tudjuk, hogy otthon marad-e a nagyobbik fiú. Én a magam részéről szeretném gondolni, hogy a kisebbik fiú végre hazatalált, otthon marad, megváltozik. Mert még csak a változás elején van. A nagyobbik fiú meg valahol megbékél, nem csak a kisebbik fiúval, az öccsével, hanem az édesapjával is, az atyával is. És otthon marad. Milyen érdekes a hálaadás, hogy mi ebben a példázatban például úgy vagyunk bemutatva Isten által, hogy mi nehezen tudunk hálát adni. Ha úgy érzed, hogy most jelen pillanatban a kisebbik fiú miatt szólít meg jobban ez a példázata Jézusnak, hogy valamiért te eltávoztál az atyai háztól. Ha úgy érzed, hogy fizikailag, vagy akár lelkiekben, akkor lényegében azt kell mondjuk, hogy Jézus tanítása szerint érdemes felfigyelni arra, hogy valahol ott van az igazi problémám, vagy problémánk, mi, akik a kisebbik fiúnak, kisebbik fiú áll közel hozzánk most úgy jelen pillanatban. Nem éreztük jól magunkat az atyai házban, nem éreztük jól magunkat a gyülekezetben, vagy az egyházban. Fizikailag, vagy csak lelkiekben. Ott van igazából a problémánk, hogy nem vesszük észre azt, amiért hálát adhatunk. Tulajdonképpen ez a kisebbik fiú ebben a példázatban azért úgy tudja, nem? Ha belegondolsz a szavakba, a történetbe magába, azért tudja, hogy milyen jó otthon, milyen biztonságos az atya házában lenni. Mennyire biztos abban, hogy ő hazamehet, azután, hogy eltékozolta a vagyont, az egyharmadot, amit kapott, elszórta, eltűnt a pénz. Élt a kedve szerint. Azt mondhatjuk, hogy ez a kisebbik fiú, ez igazán egy ilyen fogyasztói társadalomnak volt egy előgyermeke, aki úgy felfedezte az érzéseit. És elindult, magának élt, és azt mondta, hogy én szeretném, ha senki nem gátolna engem, az atya sem. Sőt, érdekes, hogy nem adott hálát azért, hogy tudta, amikor odaállt az atya elé, hogy kikérheti a ráeső örökséget, a vagyonnak az egyharmadát. És hogy ezt már olyan sokszor átgondoltuk, nem az állatokat viszi, nem a földet kéri el, hanem csak a kincset, ami zsákba tehető, ládába pakolható, a szekére föl lehet tenni, el lehet vinni otthonról. És élni lehet belőle. Tudta, hogy az atya milyen jó szó. De hálát nem tudott mondani magában az atyai házért, az atyai szeretetért. Én azt érzem ebben a példázatban most a hála oldaláról, hogy minthogyha Jézus annak a kulcsát adná át nekünk. Ebben a példázatban is, meg az egész Bibliában, hogy adjunk hálát Istennek azért, ami van. Hogy ezt a bevezető köszöntő mondatokban említettem, most igazából hálát kell azért adnunk,
hogy nyár van, és hát olyan hőmérséklet van, amilyen nyáron kell, hogy legyen. De sok esetben mi nem a hála oldaláról fogjuk meg, hanem elkezdünk morgolódni, panaszkodni, hogy azért meleg van. Miért nincs légkondi a gyülekezetben? Elfelejtettem a legyezőt magammal elhozni. Miért nincs több ventilátor? Minek forog a ventilátor? Stb. Stb. Tehát valahol mi mindig úgy elfeledkezünk hálát adni, és Jézus, minthogyha a Szentírásban arra tanítana meg bennünket, hogy mindenkor adjunk hálát. Vegyük észre, hogy mi mindent köszönhetünk ma meg Istennek, mi mindenért adhatunk hálát neki. Ugye ennek a mai gondolatnak a címe az úgy hangzik, hogy a hálaadás az lényegében egy lelki zsákutcától véd meg bennünket. Azért ránk ez nagyon is jellemző, hogy mi magyarok azért mindig szeretünk inkább a kritikára figyelni, mint sem hálát adni. Mindig akkor érezzük valahol úgy értelmesnek magunkat, hogyha észrevesszük és meg is említjük a kritikai észrevételt. És valahol olyan kényelmetlenül érezzük magunkat, hogyha hálát kell adni valamiért. Vagy igazából belülről hálát érzünk, és zavarba vagyunk, hogy most ez mi? Ez most mi? És milyen sokszor van, hogy az Ószövetségben, Zsoltárokban Jézus maga felhívja a figyelmet, hogy adjunk hálát, dicsőítsük az Urat. Azért, mert mi mindennel ellátott bennünket, és mennyi mindent adott nekünk. Érdekes ebben a példázatban, hogy a kisebbik fiú nem köszöni meg az atyának, amikor a szekérre való kincset fölpakolja, és a hajtó helyére ül, és egyedül nekivág a messzeségnek. És biztos vagyok benne, hogy egy jó darabig még csak vissza se nézett, és nem látta az atyát, aki aggódóan ment a szekér után, és szinte utol akarta volna érni, és valahol kénytelen volt már megállni, mert ha a szekér előtted fut, akkor nem érdemes sokáig menni után. Hagyni kell. És ezt az atya tudta. Hagyni kell, hogy a fiú elmenjen. A kisebbik fiú nem ad hálát a jelenet elején. Nem köszöni meg a vagyont. Egyszerűen csak tudomásul veszi. Legalábbis a Jézusi példázat szavaiban nem érzed, otthon maradt még egy-két napig, fölpakolta a szekeret, minden elvihető kincset, bizonyára megmérte, hogy ez tényleg ugye az egyharmadnak megfelel, és ami itt marad, az már csak kétharmad. De nem adott hálát az atyának, hogy megkapta a kincset, a kérését meghallgatta. Nem adott hálát a nagyobbik testvérének sem, hogy örülök, hogy te itthon maradsz atyánkkal, és mellette állsz, és te nem akarsz elmenni, de én most elmegyek, és nem tudom, hogy mikor jövök haza. A nagyobbik fiú esetében nem olvassuk, hogy hálát adna valaha is az atyának.
Igaz? Pontosan ez az érdekes, hogy ő igazából kifejti a zsörtölődését. Hogy én soha nem tudtam örülni, én mindig csak dolgozom. Nekem nem adtál egy kecskefiat sem. Amikor megjön ez a kisebbik, aki eltékozolt mindent, akkor te a hízott tulkot levágod neki. Semmi hálaadás nincs a szívében. És néha esetleg azt érezzük, hogy mi is itthon vagyunk, itt vagyunk a gyülekezetben, itt vagyunk az Atya mellett, végezzük a munkánkat. És Jézus azt a tanítást fogalmazza meg ebben a példázatban nekünk is, ha úgy érezzük, hogy most éppen a nagyobbik fiú hasonlít ránk, hogy nekünk is a gyógyszerünk, ha hálát tudunk mondani azért, amivel rendelkezünk, amink van. Milyen nagyon fontos, hogy mi tényleg tudjunk hálát adni. Mert valahol a hálaadás képessége az, amit Isten neked, nekünk adott, annak érdekében, hogy lelkileg egészségben tudjunk maradni. Például, ha most a fő témát, ennek az évnek a reformációs fő témáját nézzük, a hitáltali megigazulást. Tulajdonképpen a hitáltali megigazulás is akkor érthető igazán, hogyha a hála oldaláról közelíted meg. Ha a hála oldaláról közelíted meg, hogy Isten adta a törvényt is, itt Isten adta a kegyelmet is, és mind a kettő az enyém. És hálateli szívvel tartod meg a törvényt, és óvod az életedben a törvényt, és nem akarod áthágni. Ha hálateli szívvel fogadod el a kegyelmét Istennek, hogy megváltott téged, és készíti neked az ő országát, a te országodat, akkor minden helyén van. Akkor megtartod a törvényt is, hálateli szívvel elfogadod a kegyelmet is, de hogyha te elfeledkezel a háláról, és akár a kisebbik, akár a nagyobbik fiú vagy, a kisebbik fiú csak abban különbözik egyébként a nagyobbik fiútól, hogy ő vette a fáradtságot és elment otthonról. De az atyát nem értékelte. Az otthont nem értékelte. A nagyobbik fiú ebben teljesen hasonlít, egy fő dologban teljesen hasonlít a kisebbik fiúra. Az atyát nem értékelte. Nem becsülte sokra. Sőt, ő is, a nagyobbik is, mint a kisebbik akadálynak látta a példázatbeli atyát a saját boldogulásához. Akkor is, amikor a barátaival akart volna vigadni, minek látta az atyát? Akadálynak. Ha miatta nem tudok a barátaimmal együtt vigadni. Amikor az apa elmondja, hogy na de fiam, hát mindenem a tied. Hát ha akartál volna vigadni a barátaid, akkor miért nem vetted el a kecskét vagy a hízott tulkot, és vigadtál volna a barátaiddal? Mi akadályozott meg? Hát mindenem a tied, miért kellene tőlem elvenned, vagy elkérned? Sőt, hát nem emlékszel, amikor a kisebbik testvéred elkérte a vagyon ráeső részét? Odaadtam neki? Oda. És gondolod, hogy neked nem adtam volna egy hízott tulkot? Tőled ezt megvontam volna?
De az érdekes, hogy a nagyobbik fiú otthon volt, reggeltől estig dolgozott keményen, még ebben a történeti jelenetben is, amikor a kisebbik hazaérkezik, a nagyobbik csak később jön haza, amikor már letelt a földön a munka. Az állatokkal már minden el van rendezve aznapra. Akkor hazajön és meghallja, hogy itt most dínom-dánom készülődik. Zene van, illatok vannak, szállnak a levegőbe, a bogrács már fortyog, már mióta, mindenki boldog, mosolyog. De azt érzi, hogy az atya akadály, mert most megint elvesz tőle valamit. Negatívan tekint mind a kisebbik, mind a nagyobbik fiú az atyára. És ezt csak azért mondom, mert mi sokszor szoktunk morgolódni, mérgelődni, bosszankodni, kritizálni. Azt mondjuk, hogy igazából a kritika nélkül nem is nagyon élhetünk. És akkor vagyunk értelmesek, ha a kritikát megemlítjük. Mert amivel egyetértünk, hát az természetes, hát most mit mondja az ember? Hát az világos, hogy úgy van. Jézus azt mondja nekem ebben a példázatban, hogy a hálaadás a kulcsa az igazi egészséges lelki állapotnak. A kisebbik fiú is egy értelmes valaki. A nagyobbik fiú is egy értelmes valaki, de mivel nincs hálaadás a szívükben, ezért azt kell mondjuk, hogy nem egészségesek lelkületükben. Nem egészségesek. És az egyetlen kulcs, amit az atya példaként, ugye a példázatunkban a nagyobbik fiúnak mutat, persze a kisebbiknek is mutat, mert azt mondja, hogy ez az én fiam, meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott, hogy ő hálát mond. Ezt a nagyobbiknak is elismétli, igaz? A kisebbiknek is, a nagyobbiknak is az atya az példát mutat, és azt mondja, hogy én hálás vagyok, hogy a kisebbik fiú hazatalált. És nem az aggodalmait fogalmazza meg, hogy nézd, nagyobbik fia. Hát igaz, hogy hazajött, de hogy most itthon marad, de hát ezt egyszerűen nem lehet tudni. És nem is tudod, hogy mit csináljak, mert most, ha én visszafogadom fiamnak, hát az neked is rossz, mert akkor a kétharmadból megint egyharmad, a kétharmadnak az egyharmada az a tied, vagy az övé lesz már megint. És neked kevesebb lesz, mert a kétharmadod megrövidül az ő részével, ha szolgának fogadom vissza. Hát akkor meg az hogy néz ki? Hogy hát a fiam, és kezeljem úgy, mint egy szolgát. Érdekes, hogy az atya nem dilemmázik, nem problémázik. Reálisak lennének ezek a kérdésfeltevések? Ezek az aggodalmak? Abszolút reális. Abszolút reális. De mivel az atya szívében van hálaadás, egészen másképp cselekszik, és a szeretet útján tud maradni. Ezen érdemes elgondolkozni. Csak azért, mert a hálaérzet ott van a szívében. És azt mondja, hogy fiam, hazajöttél, én annyira örülök neked. Meg tud maradni a szeretet útján, és nem tépelődik, nem aggódik, hogy most mi lesz? Fogadjam vissza? Hát ha visszafogadom, az ezért rossz. Ha nem fogadom vissza, hát az azért rossz. Hát most itt mi a megoldás?
Megvan. Üljünk le a kisebbikkel, meg a nagyobbikkal. Kérjünk garanciát a kisebbiktől. Beszéljük meg ezt a helyzetet a nagyobbik. Mit szól hozzá? Sokszor ezt csináljuk. Mert nincs hálaadás a mi gondolkozásunkban. Az atya abban mutat példát, hogy hálát ad te érted, meg én értem. Mi meg szeretjük egymást kritizálni. Én nekem ez nem tetszik nálad, te neked ez nem tetszik nálam, és lehet, hogy mind a kettőnknek igaza van, de mi hiányzik? Az kell, hogy én, te érted, hálát mondjak magamban. Ez hiányzik. És ugyanezt tette is. Tehát itt a gyülekezet közösségében, a családi közösségben, a férj, a feleség, a szülő, a gyerek kapcsolatában egymásért hálát tudjunk mondani, érezni itt belül. És ezt ki is tudjuk fejezni. És ez vezessen a közös életünkbe. Az atya szempontjából, a szeretet szempontjából teljesen természetes, hogy hazajön a kisebbik fiú, és nem is hagyja, hogy végigmondja a bűnbánati beszédét. De legalább a fiú elkezdte a bűnbánati beszédét. Legalább elkezdte. De az atya leállítja, és azt mondja, elég, ne is mondd tovább, már is odafordul a szolgákhoz, és azt mondja, hogy hozzatok ide mindent, mert őt visszafogadtam fiamként. A hálaadás van benne. Érzed, hogy a hálaadás az, ami bennünket, hívő embereket egy hatalmas plusszal áld meg, ami nincs a világi pozitív gondolkozásban. A világi pozitív gondolkozás, amit tanítanak. Te is biztos már olvastál egy-két ilyen könyvet, vagy tanácsokat, vagy hallgattál különböző előadásokat, ahol pozitív, mindent nézünk a pozitív oldaláról, stb. Tehát a jó dolgokra tanítanak. Mindenképpen nagyon jó dolgok, amikor elhangzanak. De egy nincs benne. Mert miért is lenne benne? Hát ha nincsen benne Isten abban a pozitív oktatásban, akkor kinek mondjunk hálát? A keresztény gondolkozásban, amikor Jézus tanítását figyeljük, akkor azt lehet észrevenni, mint ebben a példázatban is, hogy az a plusz, az a végtelen plusz, amivel mi rendelkezünk, és rendelkezhetünk, hogy ismerjük Istent, hogy tudjuk, hogy ő a mi teremtőnk, és a mi újjáteremtőnk. Ő a mi megváltunk. Ő végtelen szeretettel fordul felénk, és már ez egy hálaadásra adó ok. A kisebbik fiú a példázatban, meg a nagyobbik fiú, az érdekes az, hogy ők beszélnek az atyukkal, kommunikálnak. De abból a kommunikációból abszolút hiányzik a hálaadás. Nincs meg a hálaadás. Csak a kritika. Csak a kritika. A kritika tiszteletre méltó, de amit fel kell fedezni, nincsen benne hálaadás. Nem az a baj, hogyha elmondom a kritikát, az a baj, hogyha nincs a szívemben hála. Érzed. Te irántad. Hogy te vagy. Hogy együtt lehetünk. Hogy ismerhetjük egymást. Hogy ismerhetjük a mennyei atyát.
hogy ismerhetjük Jézus Krisztust, hogy várhatjuk az ő országát közösen, hogy együtt leszünk az ő országában. Ez egy fantasztikus kincs, ami nincs meg a világi pozitív gondolkozásban. És ez egy hatalmas hiány. Hatalmas hiány. Éppen ezért nem csoda, hogy a zsoltárok azok mi mindenre hívnak fel a legtöbbször. Dicsőítsük együtt az Urat, adjunk hálát az Úrnak, dicsőítsük az ő nevét, köszönjük meg, nem? Érzed, hogy ez a köszönés, ez nem csak egy módszer. Ez nem csak egy előírás. Ahogy tegnap este, akik itt voltatok, ott is előkerült hasonló gondolat, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor nekünk hogy kell imádkozni. Nos nézzük, tehát legalább 5 dolgot meg kell köszönni, és ne úgy legyen, hogy 25-öt megkérek. Hát az, azért mégis az hogy néz ki? Hát szóval, 5-öt mondjunk az ima előtt, 5 dolgot, amit megköszönünk az Úrnak, és maximum 3-at mondjunk úgy kérésként, jó? Mert azért mindig az Istennel való beszélget. Érzed, hogy mit akarok kifejteni ebben? Hogy ez nem egy módszer kérdése, hogy írd le, 5 köszönöm, 3 kérés. De nem ám abban a sorrendben, hogy 3 kérés és 5 köszönöm. Először az 5 köszönöm, és aztán jöjjön a 3 kérés. Ez nem egy módszer kérdése. Ez egy szívbeli állapot kérdése. Az Atya nem egy módszert követett, ő nem a jogot nézte, hogy na nézzük csak, várjál kicsi fiam, most hazajöttél, te már egyszer, jaj, nem is tudok, hogy van erre példa. Hát megkap, halálom előtt kiadtam neked az örökségedet. Na most vissza akarsz hozzám jönni. És szó szerint a következőt kérdezed, hogy szeretnél csak szolgaként élni a házamban? Hű, de bonyolult ez a helyzet. Most jogilag ezt hogy oldom meg? Hogy lehet ezt megoldani? Nézzük csak, mit mondanak a törvénykönyvek, vagy nézzük, van-e erre precedens az ismeretségi körünkben. Igaz? Nem áll így hozzá. Hálát ad. És mivel hála van a szívében, ezért megtalálja a szeretetnek az útját. Ha nincs hála a szívében az Atyának, akkor megtalálja a szeretetnek az útját. Úgy tűnik, hogy nem. Igaz? Arra tudunk gondolni. Hát ha ő nem örül annak, az Atya nem hálás azért, hogy a kisebbik fia visszajön, akkor nem találja meg a szeretet útját. Azaz, lényegében Jézus ebben a példázatban megfogalmaz egy egyszerű történeten keresztül egy kulcsot, vagy ha valakinek ez szimpatikusabb, mert a gyógyszereket már jobban érti, mint a kulcsokat, a gyógyszer az állapotunkra a hálaadás gyógyszere. Ha én ezt beveszem reggelinél, beveszem ebédnél, beveszem vacsorakor, sőt, még lefekvés előtt is beveszem. Hát akkor megvan a lehetősége, hogy én megtalálom az egészséges lelki állapotot. A nagyobbik fiú a történet szerint hogy tud megbékélni magával, ha nem tud hálát mondani az Atyával együtt, hogy hát hazajött az öcsém. Addig, amíg úgy tud fogalmazni, hogy ez a te fiad, aki most hazajött, miután eltékozoltam mindenit, a te vagyonodra, meg az övét, az örökségét, most visszafogadod? Megint adsz neki az enyémből?
ameddig nem tud megbékélni, addig nem tud megbékélni, ameddig nem tud hálát érezni azért, hogy hát az öcsém hazajött. Nem vagyok már egyedül. Már tudok valakivel együtt dolgozni, mint házigazda. Ugye milyen érdekes, hogy a hálaadás milyen nagyon fontos. Ahhoz, hogy én meg te egészséges lelki állapotban legyünk. Jobban, többet kell oda figyelnünk, hogy mi mindenért adhatunk igazából hálát. És azzal fejezném be, amivel kezdtem. Nyár, meleg, vagy hűvös. Hányszor van az, hogy beszélgetünk egymással, és jaj, de hát most 10 fokkal hidegebb van. Hát hogy lehet ezt az ingadozást kibírni? Jaj, most 20 fokkal hidegebb van. Hát aztán most 20 fokkal meg megint melegszik. Hát hogy lehet ezt kibírni? Hát csoda, hogy fáj a feje. Hogy csoda, hogy nyomotnak érzem magam. Érdekes, hogy mi... Pedig nyár van. Hát nyáron szokott meleg lenni, nem? Hát ha nem lenne nyáron meleg, akkor meg azért sóhajtoznánk, hogy ez már az időknek a vége. Hát nézd meg. Hát még nyáron még meleg sincs. Csodák tudunk lenni. De amit Jézus megtanít nekünk, adjatok hálát mindenkor. Legyetek hálásak, mint ebben a példázatban az atya. És ő példát mutat a kisebbik fiúnak, meg példát mutat a nagyobbik fiúnak. És ő arról beszél elsősorban, amiért hálát adhat. A kisebbik fiúnak elmondja, hogy hazajöttél. Hát én olyan boldog vagyok. Én annyira hálás vagyok azért, hogy újból itthon vagy. Mindenem a tied, megint. Fiú vagy. Teljesen érdemtelen, de megint fiú vagy. A nagyobbik fiúnak ugyanezt mondja el. Hát a te öcséd hazajött. Hát ennek csak örülni lehet, nem? Hát visszajött, megtaláltatott, elveszett, és újból él. Nem lett baja. Hát nem egy öröm ez. Adja az Úr, hogy mi így tudjunk már most ennek örülni. Nem csak arra trenírozzuk magunkat, hogy na, majd a második adventkor. Hát mi együtt leszünk. Hanem már most örüljünk egymásnak. És támogassuk, erősítsük egymást. Ebben erősítse meg minket az Úr. Amen. Köszönjük az Úrnak hozzánk küldött üzenetét és áldását. Segítse meg bennünket, hogy a hála az mindig ott legyen a mi életünkben. Áldásos Isten tiszteletünket befejezzük, és énekeljük a 132-es számú énekünket. Énekeljük a 132-es számú énekünk első, második versét, majd Zalka Péter testvér imája után énekeljük a 329-es záró énekünket, és áldásmondással távozunk. Thank you.
Imádkozzunk együtt. Urunk, olyan jól esett átgondolni a te fiadnak ezt a kiemelkedő példázatát, amelyben Isten szeretetét, az Atya szeretetét mutatod meg felénk, akik vagy kisebb fiak vagyunk alkalmanként, vagy a nagyobbik fiakhoz hasonlítunk. De mindenek előtt abban mutatsz nekünk példát, hogy te hálát adsz az ítélet trónusa előtt értünk, bűnösökért, elveszettekért. Urunk, mi sem érdemeljük meg az üdvösséget. Mi is méltatlanul állunk te előtted, és méltatlanul fogadjuk el, hogy te újból fiaddá nevezel bennünket, fiaddá fogadsz minket, és ugyanúgy elfogadsz bennünket, mint a másik testvérünket. Kérünk, add, hogy mi ebben példát tudjunk mutatni másoknak, családunkban egyaránt, gyülekezetünkben ugyanúgy, itt, ahol élünk, ki-ki a maga területén. Azt is látjuk, atyánk, hogy ennek a világnak az a legnagyobb problémája, hogy nem tud hálát adni. Szeretne pozitívan gondolkozni alkalmanként, de a hálaadás csak akkor tanulható meg, ha megismerünk téged személyesen, ha személyesen, tiszta szívből követünk téged, és akkor látjuk a te szeretetedet irántunk, a te gondviselő jelenlétedet értünk, és az, hogy te még valamennyiünket a te országodban is ott akarsz látni. Hogy te hálát adsz értünk, taníts meg bennünket egymásért hálát adni. Fiad nevében. Amen. Békességes tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt, Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atyát.